Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár mobilitási partnere a Skoda. A dalszerző az első. Artisius. Végre újra itt a Dalfutár. Sziasztok nézők! Türelmetek csodálatos rózsát termet, hiszen itt a 9. évad. Mi pedig elhatároztuk, hogy idén megvalósítjuk egy régóta dédelgetett ötletünket, rap epizódot, azaz repizódot készítünk. Kiválasztottunk egy celeb, egy underground és egy feltörekvő MC-t, és táncba visszük őket. Hiszen az idén 50 éves hiphop még mindig hozza azt az utcákról jövő nyers és lázadó szemléletet, amit egykor a rock and roll. Első rapperünk botrányhős, de közben sok százmilliós megtekintésével megkerülhetetlen szereplője a popmezőnynek. Ezt tudja, és tudtunkra is adja szövegeiben. Ismertek minket, a Dalfutár bemutat, nem ítélkezik. Ezúttal azonban forgatás közben lett rendőrségi ügy egy gyorshajtás miatt. Alkotóként és a műsor vendégeként nem tagadjuk meg, nevelni sem dolgunk, annak viszont határozottan hangot adunk, hogy a Dalfutár alkotói és támogatói számára kiemelten fontos a közlekedési biztonság és a szabályok betartása. Még nyári rendőrségi ügy előtt kerestem meg, és hívtam el szemetet szedni oda, ahol gyerekkorában rossz fiú volt. Kérlek szépen, szemetet fogunk szedni. Jó, tehát kesztyű. Oké. Zacsi. Te láttál ilyet gyerekkorodban? Őszintén. Ilyen szemetes, ilyen botos bácsit? Láttam. Igen. Nekünk a Szent István Parkban olyan volt, aki fenyegetett, hogy a labdát kiszúrja, hogyha ott itt, focizik. Itt kiszurkálták az összeset bele. Persze. De ti megvertétek, nem? Nem én. GVM. Üstök összerű befutás volt az övé, ismeretlen zűrös gyerekből a YouTube-on vált sztárrá alig egy év alatt. Az elmúlt 10 év pillanatnyi mérlege 27 platina és 5 aranylemez, 400 millió feletti YouTube megtekintés. Teltházas fellépések, hírnév, celeblét és luxusholmik, minden összejött. És persze, esze ágában sincs lassítani. Na várjál, ez lesz most itt a kihívás. Nyilván a doboz kapom meg. Nyilván lehajolhatnánk érte, de most... De nem, ez így, pro. Nézd. Nagyon jó. Jó voltam? Figyelj, ez szúrjalak közben! Ez óriási. Óriási, mert egyrészt látszik, hogy mi a viszonyunk a kétkezi munkához mindkettőnknek, hogy itt szerencsétlenkedünk. Igen. Most te jössz. Oda néz, ott egy másik. Nyilván a könnyű. Akarod, hogy ilyen indiánosan beleküldjem? Nem mered. Majdnem, pakke. Itt a Haller Parkban, azt kell tudni, hogy régen, hát jó arcú srácok azok nem igazán jöttek keresztül, ugyanis azt kell tudni, hogy itt alkoholisták, a drogosok és mindenfajta rossz arcú ember ült, bandázott, és itt töltötték el szerintem az egész életüket akkoriban. Hát kevesen jöttünk itt keresztül, én az egyike voltam, itt szerettük ezt a részt. Anyám azt hitte, hogy én egy áldott jó lélek, és nagyon-nagyon jó gyerek vagyok. Megnéztem most régi klipjeidet, az elsőket. Aranyos kisgyerek vagy. Szép kis kékszemű, mosolygós, igen. Rendes kis... Igen, de valójában még mindig ez vagyok, és ez is maradok legbelül. Az, hogy van egy kialakult sztereotípia, az most nyilván részben én teltek, de részben meg az a sok ember, aki nem ismer, és hát valamilyen pecsétet. Ilyen van a nyakadban, akkor... Nem csodálkozhatsz, hogy kialakul egy sztereotípia. 8 osztályomban. Ez egy ilyen történet nálam, és... Most ez... Tehát ez nem tudom, ez sok vagy kevés? Ezt hogy veszed? Mert ezt is halálkozom, hamarabb volt meg az A8, mint a...
18. Verekedős gyerek voltál? Volt, kicsine? Nagyon sok, számtalan sok. Akár azt ezekből a korai képeidből, meg klipjeidből inkább ilyen... Én vadabb voltam. Csibész, nagy dumásnak nézel ki, mint igazán vadnak. Én vad voltam, nem dumás. Nagyon elhittük, hogy ez Harlem, és aki itt nőtt fel velem, az tudja. Itt konkrétan a kapukban itt gyülekezők voltak. Minden egyes kapuhajban egy külön banda volt. Szóval volt olyan, hogy egymás lévő kapu megölte egymást, és hát nyilván ezek vadgyerekek voltak, köztük én is, és úgy szocializálottunk, ahogy kevesen szerintem. Ott 15 évesen mentek el nálam ott a dolgok, ott tényleg nagyon megvadultam. Miért? Mitől? Aztán nyilván, hát igazából bejöttek a hormonok? Nem, a túlélés. Így ösztönzött, olyan példa nem igazán volt előttem, hogy suli, meg abból ő karriert futni. Volt egy nevelő apukám, őtőle nagyon sokat tanultam, és nagyon mellettem állt. Csak hát ők meg éjszakaiak voltak. Szóval, azt hogy kellett, hogy éjszakaiak? Hát úgy, hogy ők éjszakai figurák voltak. És akkor ő nyilván beszippantott az, hogy de jó, hát ez a legmenőbb, amikor mész nagy kocsival, és mindenki fél. Meg nem kell kétszer kérned valamit. Beledobunk egy ilyen, szerintem lehetetlen helyzetbe, vagy nehéz helyzetbe. A dalfutár arról szól, hogy egy zeneszerző, egy szövegíró, egy producer és egy énekes úgy kezd el dolgozni, hogy senki nem tud egymásról semmit. Ebben te szövegíró vagy, méghozzá úgy, hogy lesz egyszer egy dal, és abban a dalban neked rappelned kell. Tisztasol. Tehát, tulajdonképpen ugye a rap az azért egy különleges dolog, és kicsit borítja a mi szokásos ilyen játékunkat, mert egy rapper sose fogja elrappelni egy másik rapper szövegét. Már és, aki igen. Hát igen, de úgy alapvetően igen. Ez a három dolog, hogy az alap, a szövegem és a stílusom, igen. Ez egy rappernél egy, igen. És senki nem szereti megbontani. Ez így van. Úgyhogy itt most tulajdonképpen még mondhatom azt is, hogy a kedvedér, vagy ennek a csapatnak a kedvér, itt most úgy csináljuk, hogy te egyszerűen hozd önmagadat. Az egy más kérdés, hogy ezen belül milyen leszel, mert te is sokféle vagy. Hogy ezek közül melyik, azt teljesen te döntöd el, hogy miről szól, azt teljesen te döntöd el. Egy verszak, és ha akarsz, egy refrén. Nagyon kritikus vagyok, és nagyon megválogatom azt, hogy kikkel készítek közös produkciót. Viszont itt most ez egy olyan helyzet, hogy hatodik, ha szakad, ez a produkció meg lesz. Szóval ezért is izgulok, és várom, hogy mi lesz ebből. Csodálatos. Lehet egy javaslatom? Hip-hopos nóta lesz? Hát, ha te olyat csinálsz, abba az irányba viszed, akkor olyan szerintem lesz. Szerintem lüktetés hát szempontból, vagy kompromisszumképe szempontból, csak egy javaslat, aztán vagy elfogadod, vagy nem, te vagy a boss. Szerintem lőjük be a 90 és 100 között. 90 és 100 között? Mm-hmm. Szerintem kellemesebb, 90-98 BPM-mel ott az már ott, az tudja, hogy jó nóta lesz. 90 és 100 között még meg lehet duplázni mondjuk szövegsorokat? Ott még meg lehet, nem? Én 160-nál is megduplázom, azon nem múlik. Aha. 180-ig megduplázom neked. Most nem csibészkedsz? Nem, semmit, Isten őriz, már jó ideje, nem? De olyan értelemben se, hogy szépen tisztán dolgozol? Persze. Tudod, hogy terjengenek pletykák? Milyen pletyka? Hát mindig megtalálnak valakit. Ja, hát ez ilyen. Fizete adót, engem nem fizete adót. Engem fognak is megtalálni. Ja, hát volt egy ilyen kör. Az tiszta sor, hogy mit tudom én, volt egy olyan, egy hétig vezetőír volt, úgy hívott fel nagymamám sírva, hogy mi történt, fiam? Olvastam, hogy rád mentek az izék, katonák, vagy mik. Mama, ne viccelj, mama, fekszek PlayStation ezek. Hát most, hát erről a pletykákról meg mindenki megnyugodhat. Én ezt a kört már lefutottam, nekem ilyen tartozásom nincsen. Csak azt kérem, hogy ne egy ilyen izé legyen belőle, egy ilyen szedd te is fel a szemetet. Pedig erre gondoltam. Mert földanyánk minket megetett. Vigyázzunk rá, szóval ne vagy, de ha akarod ez is, tök mindegy. Érdekes, mert... Mi van mostanában a fejedben, vagy amiken most dolgozol, azok miről szólnak? Hát, ezek ilyen nagyon életszerű dolgok, egy-egy csalódást, amit úgy megél az ember, most egy nagyon ilyen albumot készítek, mind a mellett egy nagyon önkifejező és nagyon hiteles, ami nem tűr
nyomdafestéket, az egy ilyen, hogy mondjam neked, ez a utca rap. Szóval egy olyan albumot is készítek párhuzamban, amiket amúgy nem nyilatkozok le, de a lelkemet nyomja, és nagyon meg szeretném már osztani ezt a hallgatóimat. Egy kicsit dühösebb dolog? Igen, azért nekem minden évben majdnem mindig kijön egy ilyen rappesebb album, mind a mellett, hogy jönnek így ugye a nagy slágerek, amik általában popposabb vagy szerelmes dalok. Szóval, hogy ilyenekbe vagyok. Az, hogy most ezt hova lőjem be, vagy mire, nem tudom. Tudom, hogy jótékonykodsz is. Elég gyakran, csak nyilván azt nem verik nagy dobra, és én sem egyébként. Csak ahol személyes kérés az, hogy például a gyerekek szeretnék azt, hogy bármilyen úton, módon szerepeljenek az oldalamon. És olyankor, hogyha azt kérik, akkor természetesen szerinted azt is valóra váltjuk. Volt már olyan? Láttál már olyat gyerek szemébe, hogy talán miattad, talán te tőled fordul elő is a csibész úttól, vagy hogy úgy a példaképe leszel, hogy na, ezt meg lehet csinálni, hogy zene. Nagyon sok, és nagyon jól esik, hogy ezt most itt felhoztad, mert ezzel még úgy nem szembesültem, hogy valaki ezt látná, vagy akár témába hozná, de nagyon sokat jártam különböző iskolákba, intézményekbe, és nagyon sokszor tartottam erről előadásokat is, hogy nem az az út. Amit rólam tudni kell, az, hogy, és ezt egyébként sok millió ember tudja, mind a mellett, a kevés mellett, akik ebbe beleállnak, hogy én nagyon szeretek utat mutatni, és nagyon szerettem azt mutatni, hogy már 15 évesen befutottam, és hogy nem feltétlenül kell rossz döntéseket hozni az életbe, vagy rossz irányba haladni, hanem igenis a saját magad tehetségét, hogyha megtalálod, és azt fejleszted, és végigviszed azon a bizonyos rögös úton, akkor igenis el lehet érni bármit, és semmi nem lehetetlen. Ugyanis ez lehetetlennek tűnt, ahogy most vagyok. Azt szerintem leszed ki már az öntözőrendszert. Ja. Azt hagyja, az jó van ott. Milyen, ha a dalfutár idejön hasznos, és szétszurkálja az egész öntözőrendszert. Legjobb. Több kár lesz, mint haszon. Szia, Andris, itt vagyok a videóklip forgatásomon. Nagyon-nagyon hulla vagyok, de már átküldtem a szöveget. Szóval a stúdióban találkozom, nagyon várom a lelés. Azt találtam ki, hogy nem fogom elárulni az MC-knek, hogy ez egy tematikus rappadás. Hadd higgyék, hogy egyedül lesznek rapperek. Kíváncsi vagyok, mennyire hozom őket kellemetlen helyzetbe ezzel, például a szövegek hogyan illenek majd össze. Szevasztok, hello! Jó napot! Nem jön be senki. Csak mi vagyunk, nem? Igen. Szevasz! Szia! Te itthon vagy itt, nem? Neked adhatom a kulcsot. Abszolút, persze. Zártam már be ezt a helyet, mert nyitottam is ki, úgyhogy semmi gond nincs ezzel. Zártad be és nyitottad ki? Igen. Az egy éjszakán belül? Nem. A hely több éves fennállásában már előfordult ilyen aktus, mert a kedves tulajdonos ember mondta, hogy én nagyon, nagyon megbízható ember vagyok ebből a szempontból, bár nem voltam megbízható állapotban, de ő még inkább nem volt megbízható állapotban, úgyhogy... A törzshely, vagy a második otthon, vagy a... Igen, mondhatni, igen. A fészek. Gulás a Slow Village egyik MC-je. Zala megyei falusi zenész családból származik. Gyerekkorában hegedült és zeneiskolába járt, később magával ragadta a hip-hop. A magyar slam poetry második generációjában futott be. Budapesten él, civilben a reklámszakmában dolgozik. Az underground szcéna törzshelyén, a Roots-ban látogattuk meg. Stíröltelek, ha ez a kifejezés még én is, létezik. Én is stíröltelek téged. Egy szórakozó helyet az utcán, messziről, mert dioptrikusan nem voltam meg állapotilag biztos benne, hogy ez ő-e a vagy a Gulás, és akkor így nézegettelek, és akkor arra az elhatározásra jutottam, hogy majd amikor mosdóba bemegyek, a közelebb kerülök hozzád, és akkor majd megkötöm. Tehát én így berajongtam, hogy az te lehetsz. A mosdó előtt megtalálkoztunk, és szerintem kb. Egy ilyen romkom jelenet zajlott le közöttünk, hogy de te nem, de én is azért néztelek, bocs, csak... Ez pontosan így volt. Akkor átbeszélgettünk utána, az egymásra biztos. Akadva, hogy végül a csajod rád is szólt egy kicsit, hogy hello, azért itt vagyunk mi is. A Szóbridge egy nagyon érdekes szituációban jött létre, ez a 2010-es évek második fele, amikor még a nagy magyar hip-hop átalakulás és a nagy magyar hip-hop fúziók még nem jöttek olyan szinten létre, mint egyébként, ahogy most vannak.
akkor egy kicsit szűkölni kezdett a széna, és mi pont egy olyan időszakban jöttünk, amikor ideje volt egy újfajta hangnak, vagy egy újfajta hangzásnak. Ami számomra belőled jön, az a legklasszikusabb hip-hop. Nem, miközben hallom, hogy hogyan reagáltok néha ritmusképletekben mai dolgokra, szóval itt nem azt értem, hogy ez egy retro dolog lenne, de hogy én azt képzelem, hogy téged valószínűleg a klasszikus 80-as, 90-es évektől való amerikai hip-hop ütött meg igazán. Nekem az volt a magja mindennek, igen. Kamasz Römet is az a kisrác voltam, aki így nézte így a videóklippeket, mert így hangyásan, ami így bejött, és akkor így álltam otthon az egykor a borotválkozó tükör előtt, és úgy raktam a szobába, és akkor így nyomtam előtt, és akkor így néztem így a mozdulatokat, hogy így hogyan nyomják a nagyok, és akkor ez így hogyan működik, de igen, én már akkor is ez a fölalájárkálós ugri-bugri. De nem tudom, én ott mindig úgy vagyok a színpadon, hogy előttem ezt megelőzi egy ilyen másfél órás pánikroham és stressz, és igen. Nagyon, és felajárkálás, nagyon félek attól, hogy nem tudom a maximumot kihozni magamból mindig, és az egyetlen hely, ahol nem szorongok, az a színpad. De hogy a liftben is szorongok, az utcán is, a pultnál is, mindenhol most általában. Is. Persze. Hát pedig itt, itt mi történhet? Leégsz és kiröhögnek. Mit kell ezen? Persze, nyilvánvalóan főleg egy ilyen műsorban, hát ez most nem takadály. És akkor ott feloldódsz? Ott nagyon. Egyrészt azért, mert hangosan hallgathatom a beateket, a zenéket, és olyan érzés, mint amit mondtam, mint amikor kicsiként ugráltam a tüdőről, csak most már így van tétje. Remélem, ebben semmi sértő nem lesz, amit most mondok. Abszolút nem a gangster irány, hanem az értelmiségi irány. Az okos, az önreflektív, a világot figyelő, a világról mesélő, a jóságot, az értéket közvetíteni próbáló irány, amiről szóltok. Pedig ez mehetett volna más irányba, mert van létjogosultsága Magyarországon annak is. Szerintem az van, hogy minden egyes műfajban, vagy műfajnak vannak bizonyos szegmensei, és egy szubkultúrán belül is rengeteg minden van, és nagyon mély, és nagyon rétegelt, és szerintem mindig mindenben talál mindenki valami jót, vagy szerethetőt, maximum nem meri magának bevallani, vagy másoknak nem meri bevallani, és azt mondja, hogy tesó, én ilyet nem hallgatok, tudod, én nem ezt a pályát nyomom, nem, de hogy nem, tesó, fölkelsz reggel, és az első dolog az, hogy benyomod ezt a tracket, ami a Guilty Pleasure-od, nem mondod el senkinek, így táncolsz rá a konyhában, amíg lefő a kávét, a ruhát úgy igazítod, mert magad a tüdörből, hogy közben ezt szól, kimész, és az első pacsinál már újra felveszed az arcot, és azt mondod, hogy de hogy is ezeket a csicskákat én nem hallgatom meg. Olyan dolgokat hallgatok, amik engem inspirálnak, és amik felemelően hatnak rám, vagy amik elgondolkodtatnak, vagy amikre csak szimplán beindul a bugi a lábamban, azok, amik ezt nem teszik meg, azokra meg szimplán nem törődök. Kegyetlenül megkavarjuk a kártyalapokat, és tehát itt most azzal állunk szembe, hogy létre fog jönni egy bármilyen szokásos módon létrejövő dalfutáros dal, amiről nem tudsz semmit, ahogy senki nem tud semmit. Nem. És ez ebben... nagyon, ez esküszöm, hogy ilyenkor válik parává. Hát, mert én ettől így mindig így féltem, mert minden, de most így tűnünk és mondod, ez tényleg parává. Na, de most utalni. És ebben fogsz te, vagy szeretnénk, vagy kérünk fel, vagy kérlek fel ezúton arra, hogy lesz egy rap, lesz egy gulás rap rész. És annyit tudok segíteni, hogy mondok három szót, ahol épp a szöveg tart, amikor te jössz. Klik. Real King. Ez hangzik el. Egész pontosan klik, vesző, Real King, és még azt is el tudom mondani, mert láttam, hogy a Real King az nagy R-rel és nagy K-val van írva. Nagyon sokat nem segítettem, ugye? Ez csak egy rugóckodó, ellökő valami, és innentől tesóm, tiéd a dolog. És még azt is elárulom neked, mert joggal kérhetnéd, hogy láttál te már dalfutárt, és abban szokás mutatni, hogy akkor mi a dal. Nincs még dal. Be vagy lökve a színpadra, hallasz egy 96-os
beatet, és mond. És azt is mondom még, hogy tulajdonképpen ez sincs teljesen tisztázva, hogy ez milyen hosszú, de hát mennyi szokott egy featuring extra rész 16 lenni? Sor. Kb. 8 és 16 sor között, de ugye egy verz az az átlag rapben, hogyha szerkezetet nézünk, akkor az 16 sor. Ennyiből indulunk. És aztán még azt is elárulom, hogy még utána is történik valami nyilván a dalban. Tehát egy nagy, de hát nem ilyen maga az egész élet, hogy a végtelen idő és univerzumból egyszer csak megszületünk, kezünkbe löknek egy mikrofont, hát szóval... Aztán történik minden ugyanúgy tovább. Na, mit szólsz ehhez így? Nagyon zavaró? Hát ez egy nagyon érdekes feladat. Ez egy lényegében egy alkalmazott dalszövegírói feladat. Soha életemben nem kellett még ilyen körülmények között írnom szöveget. Megpróbálom a legtöbbet kihozni belőle. Egyelőre még kicsit is sok hatás alatt vagyok, de majd igyekszem ezt valahogy átdolgozni. Ez itt egy interjú, hát szabad mennem. Ez itt egy interjú. Most menj át, mert akkor most... Ez itt egy interjú. Azért a szokásos dalfutárosnál is kegyetlenebbül egyedül hagytalak valami hát mező közepén egy Michael. De hát ez van. Kemény gyerek vagy, megoldod. Igen. Mező közepén így lemerül telefonnal. Megoldjuk. Jó lesz. Szia, Bandibá! Megvan a duma. Hát erre a dolgokra írtam, ami biztos, 1100%-ig biztos, hogy nem az a dobgrup lesz, amit egyébként ott fogunk majd nyomatni, de hogyha bármi is lesz, akkor csavargatok a szövegen, szóval nagyon várom, jó lesz. A hip-hop hősei gyakran verselnek a saját gyors és agresszív felemelkedésükről, vagyonukról és hírnevükről. A műfaj csak úgy bűzlik a tesztoszterontól, ezért mindig üdítő, ha felbukkan egy lány és elmondja a magáét. Van nálam egy kis kalapocska és egy Uno. Meg hoztam füstölőt, hogy ilyen spirituális flow-ba legyünk. És figyelj, én... De ez nem az a fajta. Mind a kettőt játszottam már külön, de ez így együtt... Bra. Na, így kellett volna? Most erre meg gyújtsak rá. Sportoljunk, gyere, a tegnapi őrjöngésedet, én megnézd, de mit hoztam? Azt gondoltam, hogy most lazulni fogunk, és ez most káosz. Majd mindjárt van káosz a OCD-d van, hogy ez nagyon zavar? Igen, de csinálhatunk benne ilyen angyalt legalább. Összeszedem. Uno angyal. Jó, figyelj, mindegy. Ebben van most olyan, már mindegy. Ebben van olyan rész, hogy apa ezt összerakja, és lesz... Te addig csináld a struccot. Sisi. 2 éve tűnt fel Jala című trackjével, azóta ő a rapper csaj a városban. Gyerekkora óta raprajongó és régóta írja a saját szövegeit is. Ezért is lett az Artisius Junior könnyűzenei díjas szövegírója 2023-ban. Furcsa kalandok és zűrös bánatok faragták ki keserni és humorát, amivel ismertséget szerzett a TikTokon, majd erre építve indította el ígéretes rapper karrierjét. És nem hallgatunk valami zenét? Mindjárt. Vagy énekeljünk. Figyelj, meg tudod fogni ezt? Most. Hogy fogjam egyszerre mindkét felé? Jaj, bocsánat. De azt hiszem... Mindig így szoktam. Na jó. De látod? Hát igen. Ez nem rajtam múlik. Na jó, várj. Ki jött a... Hú! Haj! Te vagy a férfi. Te vagy a dagat, ezt akartam mondani. Igen. Az erősebb kezű. Erős vagy! Há! Meg tudod csinálni! Kökény! Kökény! Mi az, hogy kökény? Ezt azt hiszem a Kati Béla kiabálta a fekvőnyomás közben. Vannak itt járókelők, kérhetünk egy... Keresél egy vizes talajt. Kérhetünk egy járókelő, az utca emberét, hogy segítsen. Nem, mert apa elnézést, megmondta... Uram! Apa megmondta, hogy meg tudja csinálni. Te miben segítesz? Én az atmoszférát varázslatossá teszem. Sisi, Droid és Andris bot. Ami lábunk nem volt,
ez a tánc, amikkel hát töltődjünk most fel. Milyen drog a siker? Mert hát nekem olyan régóta olyan sok van, hogy nem is emlékszem, hogy milyen volt azelőtt. Hát elég addiktív, de még csak most kezdtem, szóval ahogy mondod, nem tudom, most még balanszba vagyok. Még nem jött el az a pont, amikor úgy érzem, hogy hú, most már bármit megtehetek, vagy hú, most már innen nincs vissza, vagy hú, most már nem tudom, hogy ilyenkor mit kéne érezni, vagy hogy mit szoktak érezni nem az tudom, emberek. Nem tudom, mindenki mást, én csak kíváncsi nem, azért pont, mert sokszor hallottam, hogy azért csinálnak mindenféle cuccot az emberek, mert hogy nehéz ezt feldolgozni, szerintem viszont én így, nekem vannak ilyen eszközeim, a meditáció, meg ilyesmi, amivel én le tudom küzdeni azt a részét, hogy ez így nagyon így, rám nehezedjen. Mik a nehezedő inkább... pillanatok? Mik a rémisztő pillanatok? Az sok tud lenni, amikor tudom, hogy 5 különböző helyről várnak tőlem valamit. Akár csak egy hívás, akár csak visszaírni, akár csak elmenni és megjelenni, de hogy ez így, mit tudom én, 2 napon belül 5 különböző helyre mennem kell, és akkor magamra kevés idő marad, és az azért sok tud lenni, hogy fölkelek, és már megyek, és csinálom, és elalszok, és fölkelek, és megyek, és csinálom, és elalszok. Igen, ez még nagyon friss. Körülbelül 2 éve maximum, hogy eldöntöttem, hogy hazajövök, és tényleg fogtam is magam, és hazaköltöztem. Felhívtam egy ismerőst, hogy tudok-e hozzád jönni egy kicsit, egy pár hétre, pár hónapra adok be az albérletbe, de hogy most nincs sok pénzem, csak szövegeim vannak, gyakorolgatnom kéne, stúdiózgatnom kéne, mellette nem tudok munkát vállalni, és... ezt az utat így kitapostam, próbatermekbe laktam, így szó szerint, így hosszas időkön keresztül, szóval elég sok kis részállomás volt, amíg eljutottam oda, ahol most vagyok, és most, ja, hát visszatérhintve 2 éve egész más életem volt, egész más körülmények között, durva. Beszéljük át a szabályokat! Hogy kell játszani? Nincs szabályok, hanem hogy ezzel a részével visszaütöd, és próbálj meg minél inkább ilyen íveset. Akkor rá fogsz kapcsolódni ennek a vibe-jára, és nagyon fogod élvezni. Ez lesz majd, sokkal később. Igen. Jó. Én is. Hajjá! What? Ezt nem hiszem el. És még én vagyok a béna. Hogy? Semmi. Tulajdonképpen hivatalosan provokatívnak számít az, ami egyébként szerintem nem igaz, de ez egy kicsit így rád lett rakva. Igen. Nem tudom, mi miatt. Hát amiatt, hogy nagyon szabadok a képi anyagaid, a klipjeid. Na, szóval örülök, hogy annak ellenére, hogy provokatív csajszínak lették kikiáltva. Ebbe az egész szakmában nem erről a dísz és beef kultúra oldaláról kezdtél el beszállni. Nem, egyáltalán. Meg ebben nem is vagyok hajlandó beszállni, mert van egy olyan hitvallásom, hogy a hip-hop alapból az egységről kéne, hogy szóljon, meg az elfogadásról, meg a békéről, meg hogy pont, hogy legyen egy közeg, ahol azok is elfogadva érzik magukat, akik amúgy más körökből lehet, hogy kilógnak, és ezért érzem azt, hogy most engem befogadnak. Attól még lehet valaki rapper, hogy nem a Ferrari az elsődleges dolga az életében. Persze amúgy jó dolog a Ferrari, meg nem azt mondom, hogy nem szívesen ülnék benne, csak hogy ne azt helyezzük előtérbe, mert hogyha mindenki csak azzal van elfoglalva, akkor egy idő után elveszik az, hogyha valaki nem hajlandó ezzel azonosulni, szóval lehet, hogy ezzel most kicsit különc vagyok, meg provokatív. De attól függetlenül sok ember képviselek, akik azt mondják, hogy végre valaki, akivel tudunk azonosulni, és akihez tudunk kapcsolódni, anélkül, hogy rosszul éreznék magunkat, mert mi nem vagyunk elég gangsterek. Még. Azt nem ki tudja, hova. Lehet, hogy eljön egy pont, és egyszer csak azt mondja, jó, innentől kezdve hagyjatok a meditációval, innentől csak aranyláncok, férfiak, és pezsgő és kaviár. Szerintem ez nem fog eljönni, de ha eljön, ez egy jó kis kocsi, miért dudált? Valaki nem fér el tőlünk. A továbbiakban pedig főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Hajós Andrés elszakította a nadrágját. Kút!
Kócos a szempillám. Yeah, yeah. Kócos a szempillám. Yeah, yeah. Ez az egész műsor, ez 3 méterről szólt. Tehát most 3 méterrel ment előrébb. És? Most azért nem, ott nem tudott volna megállni, ott, ahol... Mindegy. Viszont kitaláltam egy új reklámmondatot. Skoda. Emellett nem fér el a másik autó. Jó. T-Rex Frisbee? Benne vagyok. Nem akarsz egy picit? You got the T-Rex flow, isn't it? Az én dínoágom ki fog halni. Hallod, kiszakadt a gatyád. Amúgy ez jó volt. Kezd átvenni ez a T-Rex flow-ál. Mit mondanak a T-Rexek? Azt, hogy wow. Jó, oké. Ne hülyeskedj! Megy! És szep! Ez mi volt? Jó! Got that woke energy! Te add is amúgy! Néha gondolkodtál, hogy neked ez a munkád? Elsodort. Jó vagy, drágám! Minden oké? Okay. Miről beszélsz? Egy sziszinátor vagyok. Képzeld el, hogy van egy bármilyen dalfutáros dal ezeken a kereteken belül. Szerintem én írni fogok. Amiben az a szereped, hogy legyen egy, mondjuk nevezzük featuring rapnek. Teljesen önmagadnak kell lenni. Oké, okay, menni fog. Viszont még azt is megtettük, hogy az a rész, zeneileg, ahogy, ahol te meg fogsz szólalni, uh-huh. az még nincs megcsinálva, azt te irányíthatod majd, hogy kicsit, hogy hogy lesz. Kicsit fönnyi. Megint munkagép. Ne arra úgy azon, ne én nem veszem a munkagépre, addig megfixálom magam. Mehetünk? Nem tudod, hogy milyen dalban fogsz egy, most mondjuk azt, hogy 96... Dorázs! Biztos. Elment. Biztos? Na, mit van? Jó. Oké. Okay. Figyelek. Hogy 96-os BPM lesz a te részed. Uh-huh. Az úgy oké? Okay? Hip-hopban? Nagyon jó. Jó? Megfelelő. 16 sor. Oké. Okay. A feladat. És még ráadásul el tudom mondani, hogy hol tart a szöveg, éppen akkor, amikor te átveszed. És akkor azt megtudhatom, hogy miről szól, meg ilyesmi? Nem nagyon. Jó. A szöveg írási metódusom. Általában eljutok arra a pontra, amikor már így nem tudom nem megírni a szöveget, és olyankor leülök, és elkezdek írni, és olyankor így jön magától, szóval leülök, becsillezek, és kidől belőlem egy csomó minden rímekbe, szóval nem tehetek róla. Kis lépésekkel kitaposott holdjáró. Ennyi? Hát még sok mindent mond az előtt, de azt nem árulom el. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Nagyon örülök, hogy megismertelek. Nem találunk ki valami elköszönés legalább? Nem kell mindig kitalálni valamit, mert úgyis levágják. Sziszter. De te, ha szeretnél, akkor te nyugodtan mozogjál. Én integessek a seggemmel? Szeretnéd? Valami, szerintem kell valami vicces. Én integetek a nyelvemmel ezen keresztül. Oké, okay. Akkor köszi. Szervusztok! Malacronda vagy te is? Rasszizom. Au! Jó, na, mindegy, pacsizunk jó ezzel. De tönkretetted? Tudom. Tehát, szép jó estét kívánunk, ez itt a Nem félünk és nem fázunk, Hajós András a királyunk. Köszöntelek, András. Szóval se jutok, ez egy nagyon durva kihívás volt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikkel fogok ezen együtt dolgozni, és hogy milyen dal lesz, mert tényleg ilyen vakon még soha nem írtam, de egyébként tök jó folyamat volt, szóval kíváncsi vagyok, ottali. Jala!
Ha már van három jó MC-nk és ennyi szövegünk, összeállítok hozzájuk egy meglepetés szupergrupot a korábbi epizódok három szereplőjéből. Róluk biztosan tudom, hogy bármit is hoznak a rapperek, ők meg fogják oldani a zenei részt. Itt vagyunk a Csend stúdióban, ahol egy dalfutár történetében szokatlan játék lesz. Hoztunk már létre szupergrupot olyan szereplőkből, akik korábban voltak dalfutárosok. Most is ezt csináljuk, de most nem tudnak egymásról. Szembesítjük őket három rapperünk szövegével. És vannak is itt hangszerek, úgyhogy rögtön bele is vághatunk a próbálkozásba. Jöjjön a Heilig Tomi. Tomi? Hello. Tomi. Jó, hát nézd oda! Hát a drága ember. Tisztelet. Szevasz. Nagy szeretettel köszöntelek, megölelhetlek ilyen szörnyű nyári melegben? Légy szíves, légkondicionálva. Gyere, csücsülj le ide mellém, hoztál nagyon fegyelmezetten hangszert. Igen, nem is tudom, hogy mennyire fegyelmezetten, de hoztam. Bármi fogalmad vagy sejtésed arról, hogy itt mi lesz, vagy miért vagy itt megint, hiszen te már voltál egyszer a dalfutárban producer, igen. Egy nagyon jó kis dal jött létre, én azt még külön nagyon szerettem is. Nagyon poppos volt, nagyon slágeres, de különlegesnek. Most mit keresel itt megint? Lehet, hogy muzsikálni kell ittem valamit? Nem tudom pontosan. De az valami egy... ilyesmi sejtésem van, egy stúdióban ücsörgő. És mondtuk, hogy hozzá hangszert. Igen, hogyha úgy van, akkor hozzak hangszert. Úgyhogy valami ilyesmit sejtek én. Heilig Tamás, basszusgitáros producer. Az ötödik dalfutár évadban játszott velünk abban a bizonyos híres művészek tehetséges művész gyerekei tematikájú epizódban. Gerendás Dani, Nyári Luca és Varga Vivi voltak a társai, és a Nem légy című dalt szülték meg közösen, amit azóta is sokan tartanak a legfájóbban őszinte dalnak a dalfutár történetében. Azt hallottam, hogy rettenetes nemzetközi karrier előtt állsz, mész Berlinbe valami nagy, komoly amerikai DJ-kkel muzsikálni? Nem is DJ-kkel, akik amerikaiak, három detroiti rapperrel megyünk játszani, a Bognár Szabival, aki szintén volt ebben a műsorban, Abashé nével, és egy DJ sráca, Guilty Simpson, Fat Cat és Elzáj. Ez a három MC. Benned van ez a most akkor még elmegyek akár egy évre a világgá muzsikálni? Hát, hogyha hívnak, akkor megyek ki. Na jó, az, hogy ne hívjanak, azt mi itt intézzük. Jó, jó, rendben van. Figyelj ide, mindjárt megtudod, hogy ki a második társad, mert behívjuk. Kérem a második vendéget. Nézd oda. Dani, gyere. Hello! Gyere. Szevasz. Szia! Hát ti ismeritek-e egymást? Hát nyilván. Csókolom. Te jól nézek. Te is jól nézek. Boldog szülinapod. Köszönöm szépen. Szülinapod van? Lassan lesz. Ja, hát ez akkor azért még előre nem, hát azt aznap kell. Szebényi Dániel. Zongorista, énekes, dalszerző. A hetedik évad második csapatának tagjaként ismerkedtünk meg vele. A Sírási Stánc című dalt alkották meg közösen Závodi Gáborral, Jude Law-val és Nikával, és persze a My Gotthard gruppal, ahol Dani billentyűzött. Emlékeztek, mekkora zúzás volt? Most kicsit másra lesz szükség. Hát nyilván te billentyűsként vagy itt, te basszusgitárosként, de akkor ki lesz a harmadik? Hát csak nagyon... nem egy dobos. Csak nem egy dobos. Én megőrülök. Tényleg, most azt dobos. Azért megnyugtatólag elárulom, hogy oda van készítve egy gitár is, igen. De az csak azért, hogy hát ha én... Te. Nem. Én igazi zenészekhez nem ereszkedem le. Akarjátok tudni ki a dobos? Még szép. Kérem a dobost! Gyilkos meglepetés, ez sem lesz. Szevasz! Szevasztok! Nagy szeretettel üdvözöllek! Szia! Foglalj helyet, mindenkit ismersz, mi? Szírink, Tomikám. Boldog születésnapot. Köszönöm szépen. Szevasz. Ezer éve. Ja. Na, a csücslete is oda. Nagy bajban, nem leszünk. Szólva néha nem tudom a halmaz elméletét, a meddig tart a Jazz Boys, honnan a Space Boys, ki a műba, ki nem, most éppen te valakivel muzsikálsz együtt közülük? Most éppen nem. De igen. Volt nagy összeveszés? Nem csináltunk bajt azzal, hogy egy szobába raktunk titeket. Majd azt meglátjuk. Majd azt meglátjuk.
Szirják Tamás dobos. Az ötödik évad második csapatában találkoztunk vele, az Amőba tagjaként ő dobolta Kinyílik az égbolt című dalban. Az alkotótársak László Attila, Hujber Szabolcs és Dárdai Blanka voltak, és az a felvétel szintén sokak kedvencévé vált azóta. Érdemes mindhárom dalt újra meghallgatni, sőt, javasolt. Most már jó sok éve megy a futár, és nem tudunk hozzányúlni ahhoz a kérdéshez, hogy rap. Most azonban egy rappadást szeretnénk. Yeah. Felkértünk 3 rappert. Azt mondtuk nekik, hogy 96 BPM, semmi más nem tudna. Mindenki írjon 16 sort. Szép. És azt ígértük nekik, hogy majd ez alatt lesz valami. És arra gondoltunk, hogy hogy az élő zenével lövünk a legkevésbé mellé, azt talán mindenképpen tud hozzájuk alkalmazkodni. Ti ilyen értelemben a producer funkció vagytok. Mi az első reakciótok erre? Yes. Műfajilag oké? Abszolút. Én örülök, abszolút. Testhez álló olyan szinte, hogy egyrészt szeretem is, másrészt meg elég sok ilyen zenét játszom, meg játszunk a Tomival is például, rengeteg ilyen improvizatív jam sessionön nyomunk ilyesmit rapperekkel, úgyhogy valahol ez ilyen hazai terep nekünk. Danikám, te vagy, te játszol keveset rapperekkel. Igen, de abszolút egy olyan szegmense a zenének, ami mindig is érdekelt, meg mind, ilyen jemeken, meg... Így van egyébként, te is randomon. Bele folyogatok, amennyire bírok. De ez semmiképp sem egy olyan dolog, ami a mindennapjaimnak a részét képezi, ezért tök jó kihívás. Ebben a sorrendben írták, méghozzá úgy, hogy mindenki, az első az csak úgy írta magától, a másodiknak megmutattuk az elsőnek az utolsó sorát, a harmadiknak megmutattuk a másodiknak az utolsó sorát. És ebből az lett, hogy hello, MO egyeseknek ez provokatív, csörög a teló, újságírók tömkelege hív. Kamu az egész, legyen gógyi, ne csak simán néz, engem azért ismernek, mert több mint 400 millió klik, real king. Nem szabhat korlátot a világ, nem szabad feladni, Isten fent meghallgatja az imát, kétféle irány, létezik, vagy átlagos leszel, vagy kimagasló, akit átlát bármi szitán, mutatom az ütemeket, te neked a flow, nem átlagos hangzás, amikor rappelek, veletek a gyerekek néznek rám, kell a kitartás, gyuk el a vér, magas a név, nyugalom öcskös, maradok még, én a bronzosat szeretem, nem testvér, aki kék, több a platinám, mint ahány fogad van, öcsi, többet kerestem, mint életedbe, te fogsz töki, hiába ugatsz kommentben, nekem csak görcsölés, hogy milyen szerencsétlen életed van, te kis gyöké. Az első, az a gangsta, ja, jutott az eszembe. Én az elsőre inkább a GVM-et éreztem be. Második szöveg, ami az utolsó, ő annyit tudott, hogy az előző ott fejezte be. Hogy mi szerencsétlen életed van, te kis gyökér? Igen. Ez nem, egyébként akkor lehet, hogy még csak annyit tudott, hogy több mint 400 millió klik, real king, de a két mondat nagyjából ugyanazt jelenti. Tehát a kettes szöveg. Üzenőfal, de semmit sem mond, az Isten óvja, tartsa frissen ott, mint a ristejet, csillagokat látunk az éjségtől, járnak a mislenek, aki átmond, az mondjon clickbait, átlátszóbbak egy horgolt innél is, jól áll, de foltos volt mindvégig, erre most fontos volt kitérnem. Nekem egy István a király, az a Steve, a gerincetek szuper elasztik, nagy árat fizetsz azért bent, amit eladsz kint, repelj más panomnak, mert nehezen alszik, melszobrok piedeszták, egy airsofttól ki a rockstárom, eszkortok rosszlányok, hónapokig spórolt rájuk, fogytán a türelem, jól látod, üresebb a füzeted, a szótárad, maradok egy oldtimer, kis lépésekkel kitaposott holdjáró. Yeah. Uh-huh. Na, ez egy másik világ. A másodikról azt nem tudom, de azt te azt mondtad, hogy a Dénes a Slow Village-ből. Vagy a Norbi, a Gulyás. De tényleg én első helyre tenném a Norbi, de hogy valami Slow Village sejtésem van. De aztán meglátjuk, lehet, hogy nem jó. Nézzük a harmadik szöveget, aki meg annyit tudott, hogy kis lépésekkel kitaposott holdjáró, mire ő
Ó, álmatlan az éjszaka, de pont jó, csillagok közt érzem magam, ó, no, körbenézek, tekintetük forró, elég flash így, részekent az egésznek, ez tetszik, a szélsőségek bejönnek, de meddig? Tudod-e, hogy zseni vagy, vagy egy freak? Lehet, van olyan virág, ami százszor is szép, de az csak arra fordulgat, amire épp kék az ég, itt mindig akad repete, a többi maradék, mintha közben végig gyerek maradnék. Folyamat tűkön ülnek, biztos vagyok benne, hogy ez szúr, az élet diktálja, a tempóm, fiam, nem feszítem túl, minek tervezni, ha majd egy tróger úgyis beletúr, az irányvétel fontosabb, mint asszonynak az úr. Ő meg ezt mondta. Szerintem az első a legidősebb, a második van középen, és a harmadik a legfiatalabb. Én ennyit tudok tippelni. Aztán lehet, hogy jól ráfázok be. Amikor rappelek, veletek a gyerekek néznek rá, kell a kitartás, csuk el a vér. Kell a kitartás, csuk el a vér. Magasan nép, nyugalom öcskös, maradok még. Én a bro... Igen. Ez tetszik nekem. Én a bronzosat szeretem, nem testvér, aki kék. Több a platinám, mint ahány fogad van, öcsi. Többet kerestem, mint életedbe, te fogsz töki. Hiába ugatsz kommentekben, nekem csak görcsölés, hogy milyen szerencsétlen életed van, te kis gyökér. Oké. Köszönöm. Hát ez volna mondjuk a gangsterebb rész. Mi az, amikor az az intellektuálisabb rész következik? Ilyenkor a gondolatoknak mindig egy ilyen terjengősebb teret adunk, nem állítólag, hogy kicsit zajosabb, kicsit, mert hogy úgy, hogy zörgősebb, úszósabb, minden, hogy a felett lehessen értékezéseket tartani. De ettől függetlenül amúgy az biztos, hogy nagyon sokat fog számítani az, hogy kinek milyen a flow-ja, tehát hogy mi most persze, játszogathatunk persze. Mindenféle dolgot. Pont azért akarom, hogy ezt csináltok, hogy a te nagy kérdésedre, hogy akkor hogy készültek fel, ezt lehessen eldönteni, hogy van-e értelme itt nagyon dolgokat kitalálni, vagy inkább csak ismerkedni. Kitalálni nem feltétlenül van, szerintem, hanem annak van, hogy játszunk. Ja. De hogy így most ezekből alkotunk valamilyen prekoncepciót, hogy ki milyen, és most csinálunk egy ilyen, bár tényleg nem szeretem a szót, ezt az intellektuálisabb bármit, nézzük meg, hogy az milyen. Az sem biztos, hogy fog kelleni háromféle különböző beat, nem? De közben a műfajban belefér ilyen beat change is. Megcsináljuk azt, hogy az előzőből, mondjuk az utolsó két sorból átmegyünk a következőbe? 4-5 játszunk. Hiába ugatsz kommentekben, nekem csak görtülés. Milyen szerencsétlen életed van, te kis gyökér! Üzenő! De semmit sem mond az Isten óvja, tartsa frissen ott, mint listeje. Csillagokat látunk az éjségtől, járnak a vislenek. Aki átmond, az mondjon klikbét, átlátszom a kap. Hát... Én nem tennék különbséget. Én sem. Szövegek, stílusok között, hanem egyszerűen elindulnék a kollégákkal. Igen. Hogy merre megyünk. Szintén. És onnantól kezdve valamennyire kicsit azt reméljük talán, hogy majd adni fogja magát, hogy mivel mi igen, lesz. Igen. Talán érdekesebb egyébként az is, még jobban ki tud jönni az egyéniség, hogyha ugyanarra az alapra rappelnek. Igen. És akkor lehet hallani, hogy basszus, amikor ez a forma rappel, akkor egész más húzása van az egyének, mint amikor a másik teszi, úgyhogy szerintem leülünk, muzsikálunk, úgyis kicsúszik valami, attól nem félek. Én nagyon várom, gyerekek. Csináljuk. Szerintem bennetek van az is, hogy találkoztuk ott a többiekkel, és akkor jó lesz. Hm? Ti még maradhattok, én kimegyek vizet inni. Maradunk egy kicsit szerintem. Nem? Csak szeretnék, ezt mindig is vágytam egy ilyen David Attenborosra. David Attenborosra? Köztudomású, hogy a jazz a szabadságról szól. A fiatalok érzéseiket, agresszivitásukat zenei keretek közé szorítva, mégiscsak az örök emberi kérdésről, a szabadságról énekelnek. De vajon zárt, tónikus keretek között, egy 12 fokos skálába zárva, elérhető-e a szabadság? Vajon
adott ritmusképetek között, megadott soundú basszusgitárral ki lehet-e törni? Nos, ez lesz a kérdés. Akkor második a jó. Még egyszer? Na, azt mondták, hogy a második a jó. Együttérzéssel gondolok arra, hogy a felkért művészek a stúdiónap előtt napokig főnek a levükben. Ha engem hívnának rappelni a Dalfutárba, először nagyon örülnék, és hamar megírnám a részemet, aztán éjszakákon át kínlódnék azon, hogy hogyan fog illeszkedni mindez a többiek dolgaihoz. Működni fog? Vagy át kell írnom ott helyben, esetleg harcolnom kell majd érte? Nektek viszont nincs miért aggódni, mert a dalfutár.tv-n már is láthatjátok, hogyan oldották meg ezt a dilemmát a játékosok. Ami engem illet, igenis hívtak a Dalfutárba, de nem tudnak megfizetni. Mert ahogy a költő mondja, én vagyok az arab herceg fogaim közt Aran Serceg, jalla! Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár mobilitási partnere a Skoda. A dalszerző az első. Artisjus.